Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és elhoztam nektek a csábítás bojálást. Ismét a 18. epizódot. Kicsit elnézést kérek, mert iszonyatosan fáj a fejem, úgyhogy lehet, hogy ilyen blabla lehangolt hangom, vagy mi lesz, nem tudom. Még persze beállítom a videót nektek, hogy jó legyen. Schwarzberg kb. Jó lett, vagy nem. Ja, jó lesz, jó van. Na szóval, kezdjük. Azt mondja, hogy egy héttel talán, mint odával elmentkeznek helyen a dolgok a gimiben. Hát ez fantasztikus. Azt mondja, a Kastiel elment, és nem látta senki, nem akar, ez nem akar beszélni erről, úgyhogy... itt van a kedves, azt jól megmondtam. Furcsa találja a Peggy-t, igazából a Peggy-t elméletileg a cikk bántja, mert megbízott Deborah-ban, de na mindegy, tehát azt majd kiderülne úgyis, hogyha látni fogjátok. Elolvastam, hogy tiért rólam a Deborah sajtel kapcsán, kicsit sem kímért. Pedig még csak igaza sem volt, amit írt. Lehet, hogy pont ez bántja, Peggy? Igen. Na ezt... Jó, megmondtam. Tényleg elnézést. Azt mondja, hogy... szóltad kérni. Igen. Jó van. Oké. Na, az első eldöntendő kérdésünk pedig... Elméletileg... az első, elméletileg semlegesek mind, de nem vagyok benne biztos. Azt mondom, hogy az első kettő biztos, a harmadikat fogalmam sincs. Úgyhogy, de én most még a B-t fogom nyomni. Tényleg? Szuper vagy. Ha nemet mondtam volna, akkor biztos nem lennék ennyire szuper. Ha még úgyis igen mondtál volna. Aha, jó van, mindegy, megyünk tovább. Azt mondja, hogy... Peggy-t meg kell keresni. Ez az első feladatunk. Elméletileg a dökösteremben kell, vagy nem, lennie. Nincs híret Castierről. Miért, ezért. Majd ti olvassatok el, kérlek már nekem. Semmi humorérzékem most végigolvasni. Oh, de fáj. Na, azt mondja, hogy ha én hiányoznék, akkor így is gondol, aggódnál. Hűha. Azt tudom, hogy az A az felviszi, a B az emetleg semleges, C meg rossz. Úgyhogy az A persze, még jobban is. Ne est húzásba, de ez az igazság. Ne, az nem lehet, hogyha kezdte elrúg az órákat, te viszont az olyan, akkor meggondolod. Hogyhogy, te nem csak úgy az órákat. Tehát volt koncentrálni, de ez nem ugyanaz. Hajaj. Jó van. Aztán lesz már rólicsém. Jó van, menjünk tovább. Itt egy izé. A nevekre nem fogok emlékezni, én izézni fogok most, jó? Mert... én Peggy... Istenem. Jó úristen, jó van, ezt csak félig kellett elolvassam. Na, hogy kint mi szabadon a kertész, ja, azért nem szoktam lőgni, ha azért meglepő. Javíthatatlan vagy. Az lesz a baj, hogyha az összes srácot, tudjátok, százas, tehát max szintre megyek, és hogyha a végén be fogja dobni a ruhákat, akkor el fogom cseszni. Szokásom a szívem, mindegy. Vagy nem tudom, sose volt még ilyen, szóval... Aranyosok a madarak, jó van, ezt majd olvassátok el, jó, majd én csak a válaszokat mondom jelen pillanatomban, nem, nincs máshoz humorérzékem.
Mert a B az nem jó, C lesz, felviszi. Na, mondom én. Te is így gondolod? Igen. Megveregette a vállamat. Jó van, menjünk vissza, mert meghalok. Léci, Peggy, gyere már ki, akárhol vagy, mert nagy bajok lesznek. Azt tudi. Na végre, mondtam én, hogy itt lesz a dökösterembe, csak azért kelleti magát azért. Szia. Azt mondja, aha. Aha. Jó van, legalább. Na, új feladat. Gyere egy kicsit, hogy megtudd, mi a következő feladatod. Muszáj, nem lehetne csak úgy jönnie feladatnak? Ja, Istenem. Ne haragudj, de nincs hétkesztjáról, nincs. Nem is tudok semmit, soha nem is tudtam. Új feladat, menj vissza az udvarra majd haza. Hála Istennek, haza mehetek. Miért kell menned egy kört a városba? Jaj, nem már. Na, tehát... mit lehetetek, hogyha valaki elejön, akkor az egyből 5 akciópontot vesz le. Nem 2-t, hanem 5-öt, tehát arra figyeljetek. Hogyha menjünk a kávézó felé, menjünk a parkhoz, itt, és akkor itt lesz egy Armin. És... Istenem, úgyhogy ez egy eldöntető kérdés szintén. Na, azt mondja, hogy... hogyha ezt válaszok el, mert egyértelműen, hogy leviszi a bigyónkat, úgyhogy oké, akkor menjünk. Úgyhogy menjünk. Szuper, végre tanulmasan indult előttem. Menj el a kávézóhoz. Az hol a francba van? Már megint. Kávézó. Maradj itt én, megveszem az indivalókat, mit szeretnél. Limonádé, jó van, limonád, nagyon kedves tőled, jó van. Csak menjünk már haza. Komolyan mondod? El sem olvastam, mi van, gyerek, nyugodtan olvassátok el. Hát nem tudom, mit mondok komolyan, de biztos, én komolyan mondom. Ez A, nem tudom. Na mindegy, mindig az A jó, azt hiszem már minden, nem tudom. Azt mondja a következő. Jó, menjünk már haza. Szia, na végre, Istenem. Menj haza, új feladat. Hát, oda. Merre menjek? Na akkor menjünk a szépséges parkon keresztül. Na és akkor igen, itt találkozunk a Castiel-lel. Igen, Castiel, mit csinálsz te itt? Itt lakom, öcsém. Miért nézel így rám? Azt mondja, hogy az A az semleges, a B a jó, a C nem, úgyhogy B. Álljátok fel is ment. Azt mondja, hogy... jó Istenem. Nem fog meghalni, azért ne féljetek, de... Jó van már, mit rinyálsz, öcsém? Na. Bazár, a boltok, a szobám, közeli busz megálló. Most kicsit ilyen sok lett itt a cuci-muci. Tök király. Na, szóval. No, akkor hazamegyünk. És akkor holnap, mert hazamentünk, mit tudom én, itt vagyunk már a suliban. És új feladat, keresd meg Rosaliet és Castielt. Tehát most lesz, azt megyünk, azt hiszem Rosalieval vásárolni. Na, de először meg kéne találni. Na, akkor menjünk és nézzük meg, merre van. Van. Na, akkor menjünk be. Azt mondja, emletleg a B-teremben vannak. Majd ott hátul. Látod, majd visszajött kezdtem el nyugodtan. Igen, én mindig én annyugodt vagyok, mint a állat. Na, menjünk tovább. B-terem. Vagy nem. De B-t ott kéne legyenek. Ezek el akarnak bújni itten. Ezek hülyék.
Mi a... Ja, igen. Mi találkoznunk kell még emberekkel. Igen. És majd ők mondják meg, hogy... hol lesznek. Ja, igen, itten így, és akkor... És akkor itt lesznek a... Na, még látok, itt látok, na, még egyszer ezt a mondatot. Na, látjátok, beszélni kellett ezekkel az emberekkel, elment egy csomó akciópont, de senkit ne zavargasson. Az a lényeg, hogy szépen nyugodtan keressétek meg őket, azt itt lesznek a B-teremben majd. Egy lassan jöttél rá, hogy nem ildik hozzá az előző Jackit, beszélgetnek. Meg vagyok a hozzászosod nélkül, tudom, hogy egyetért velem. Én egyetértek, nem tudom, miről van szó, de teljesen. Értem, ezt most kicsit azért elolvasom, mert... Jó van. Nem, de kezdtem mondani, hogy a francotok miért mondom, hanem be most mondom. Jó van. Új feladat, menj ki a teremből. Hát ez nagy feladat. Kijöttem. Várlak, hogy el ne felkerüljük egymást. Na, jó, rendben van. Valakinek az lesz, hogy a srácokba... Ja, ne. Na, itt is nekem is jó van. Ne ragulj, nem láttalak, semmi baj. Na, itt az lényeg, hogy összevesznek, hogy... Ez megint az igazolásokról lesz szó. Azt mondja, hogy... Jó van, majd ti olvassátok el, Léci, mert nekem ez nincsen humorérzékem. Jó van, új feladat, keresd meg kezdeni, mit mondott neki az igazgatónő. Emetleg kint van az udvarom. Vagy nem. Ez a szivat, ez a játék. Na, jó van. Nem igaz, hogy neked ennyire be kell mások el. Én tényleg nem értem a karaktermet, miért kell tényleg beleavatkozni másoknak az ügyeibe, dolgaiba, de mindegy. Tehát, jó van. Nem csak beírtak a dossziába, hogy beszélnek majd róla a szüleim, és most lalalala. Hogy elmegyek. Na. Azt mondja, hogy B-t kell nyomni, mert akkor felnyomja a mérünket. Ja. Jól gondoltam. Oké. Vajtatlan vagy. Ja. Kasztél a hibás. Tényleg csak az évekről beszéltem. Élénk a fantáziát. Nem olvastam ezt. Gyerek, majd visszanézem magamnak. Menjünk az udvar a Rozáliához. Köszönöm. Mi kimentem a suliból, menjünk. Azt mondja, hogy úgy feladat Rozál a butikba, menjünk váson keresztül. Megyek. Csak úgy... boltok. Jó van. Mennyibe kerül? $30? Hát az... Jó lesz az. Megvettem. Nincs is jobb a csokoládé színű fehéreműnél. Jó van. Nekem véletlen lett az mosás után. Jesszus úristen. Na! Na, most aztán választhatunk, hogy melyiket akarjuk. Úgyhogy ez itt... majd izé lesz. Ezt jól megmondtam. Na, akkor még gyorsan akarom nektek azt mondani, hogy azt hiszem, hogy ez a dolog befolyásolni a... azt hiszem a végkimeneteles randi, de szerintem lehet, hogy tévedek, tehát ha mégis tévedek, akkor ne kövezzetek meg ezért, én ezt így tudom, nem is emlékszem rá, megvallom az őszintét. Na, de a lényeg az, hogy itt most választani fogunk, hogy olyan ruhát fogunk választani, hogy vásárolni a... hölgyeménnyel. Én például Lizendának akarok tetszeni. Ezt megnyomom. És mindegyik stácnál más, tehát szinte majdnem más ruha lesz. És azt mondja, hogy aha, tényleg szerintem válasz. Megnézem a ruhát. Igen. És ez a ruha, ez Nathanielé. Ez a ruha meg Lizanderé. Úgyhogy ezt fogom megvenni, de meg akarok nektek mutatni képet. Tehát tudjátok, hogy van ez a kép, amikor
benyújt a, ezek lesznek majd a záróképek, csak azért akarom nektek ez gyorsan megmutatni, hogy aki más opciót választ, hogy Castiannek akar tetszeni, vagy Arminek, vagy stb., tudja, mire számíthat. Tehát Castiannél egy másik fajta ruhát kell választani, illetve az ilyen csillagos, hogy hívják, ilyen nem tudom, azt hiszem ez a fekete ilyen izé lesz, hát ilyen blazer, vagy nem tudom, vagy micsoda. Na, igen. Akkor, de baszki az a fej. Jó, na, mindegy, menjünk tovább. Armin. Arminnál szintén ez a szürke póló fekete blazerrel, csak más színű a gatyó. Azt hiszem. Vagy ez ugyanaz, nem is tudom. Mindegy, ezt kell választani. Nathanielnél, amit láttunk az előbb, azt a zöld színű ruhát. Lisandernél kell ezt, amit most fogok majd választani. És szintén Kenténél szintén ezt a fajta ruhát. És a következő szerintem már az a következő epizód. Ha-ha-ha! Úgyhogy ezt nem akarom nektek megmutatni. Jó, tehát akkor menjünk vissza. Úgyhogy ezt fogom választani. Ez a Lisanderi. Ez a 75 dolláros. Persze, hogy elhúztam a felvételizét. Bocsánatot kérek, de ezt muszáj volt nektek megmutizni. Na, jó. Igazad van, ez jobban áll neked. Köszönöm szépen, remélem, és neki is tetszeni fog. Jó, biztos következő. Kimentünk a boltból. Holnap az újraiban jössz sülőbe, ugye? Persze! Rendben, ha megint lesz majd elég pénzem. Igen, megyünk, akkor most menjünk haza. És ez itt a... Hogy hívják, úgyhogy itt gyorsan megvágom a videót. A kövi rész nem sokára elérhető lesz, úgyhogy... Haha, hello!